Szép jó estét kívánok mindenkinek a Téglazenekar nevébe. Rögtön bele is csapunk a húrok, illetve a láncok közé, mert az első szám egy karácsonyi kántáló ének lesz, Szent Karácsony éjszakáján címmel. Sokat vártak bús népei a világnak, tárjuk ki a szíveinket, s fogadjuk be vendégünket. Összeállítás lesz, amiben Hlásznyik Attila fog közreműködni. Átadom egy kicsit a szót neki. Egy kezdes dallam fog következni, ahol Feri bácsit kísérem, utána pedig egy tázdallam következik. A Koboz nevű hangszeren fogok játszani, ami egy 16. századi moldvai pengetős hangszer, és egyaránt kíséretre és szólisztikus dallamokra is szokták használni. Thank you.
a nagyszerű kobosszóló után következik egy dunántúli összeállítás, amelyben szerepel a régi huszárnóta és a Nincs én nékem kedvesebb vendégem című csárdások, utána pedig friss csárdások. Az Attilát pedig most egy másik hangszeren láthatják a kedves nézők, és hallhatják, tambura. Ez is egy nagyon szép hangszer, nagyon szép hangja van, úgyhogy rajta. Egy kis pihenőt is adjunk a Attilának, mert most egymás után két tamburás szám következne. Egy kicsikét a végéről fogunk egy északmezőségi csárdást és csingerállást játszani. Ez egy Csente nevezetű községből származó szép gyűjtés. Na, hogyha most már be is hangoltunk, akkor kezdhetjük. (Kül)
Thank you.
ezek után pedig szintén erdélyi muzsikát fogunk játszani. Kolozs nevezetű faluból, ugye ott van Kolozsvár mellett, nem messze. 1963 körüli felvétel jutott a kezünkbe, és ezeket az összeállításokat onnan tanultuk be. Ebben szerepelni fog invertita, lassú csárdás és csingerálás. Thank you.
És akkor a koncertünk végén szeretném bemutatni a utolsó szám előtt a tagokat. A mellettem lévő úriember Hásznyik Attila, másik mellettem lévő úriember Rász Gyula, a harmonikánál Lunka Aladár, és a nagybőgőnél Csepregi András. Illetve a lánc.
illetve a láncos boton a fiatal embert ide szólítom egy pillanatra. Ő pedig Nyisztor Gyarmati Bonaventura. Hát a képzelőben megkaptad a nagy tapsot, meg mi mindannyian. És akkor befejezésképpen a Paszabi cigány összeállítás fog következni, amiben nekem le kell, hogy üljek, mert most már elfáradtam. Vagyok, asszony nélkül vagyok, mert engemet az asszony elhagyott. Elhagyott a csávóért, a filmbalmos fiáért, a cimbalmos fekete hajáért. Pipája maradt itt, Csóró Árpi, de az volt itt, annak a pipája maradt itt. Ahány kocsmát találok, annyi szágas beváltok, addig iszom, mulatom, míg a százasból állom. Az uradnak a bajusza, többet ér, mint száz gyava. Ne bánd, édes virágom, hadd élem, hadd éljem a világon. Ne bánd, édes virágom, hadd éljem a világon. Mert haza, haza velé vizesen, adtál volna, de szívesen. De már nékem nem kellett, mert alulról a felülről egy cseperget. De már nékem nem felett, alulról a felülről egy cseperget. Nagyon szépen köszönjük a nézőknek a figyelmét. Még egyszer a Téglázenekar műsorát hallották. Remélem, hogy jó egészségben tanálta önöket. Mi is vigyázunk magunkra. Önök is vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!